van olyan ember Izraelben, vagy szerte a világ bármely országában, aki ebbe a kijelentésbe részesül, akkor mi vagyunk az egyház, mi emberek, mert egy Korintus 6-ban azt mondja az Isten igéje, hogy bennünk lakik, mi vagyunk a Szent Szellem temploma. És ha mi vagyunk a Szent Szellem temploma, akkor mi egymással való közösségünk által alkotjuk az egyházat, felekezetektől függetlenül. Egyetértek, szóval ebben egyetértünk, ezzel nincsen probléma. Megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven, TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Értem, csak a mai megvilágítása a Krisztus testének a 21. században, de nem csak a 21. században, hanem már jóval 1600 évvel ezelőtt már nem így történt. Hanem azt hiszik és hitetik el az emberekkel, hogy lemegyek a gyülibe, és elmegyek egy felekezetbe. És ott van Isten. Nem, bennünk van az Isten. Ebben egyetértünk, ahogy mondtam. Én egyetértek. Ettől függetlenül még felmerül számos probléma, mert ugye ez azt jelenteni, hogy akkor elméletileg minden ember egymaga is alkothat egy ilyen gyülekezetet, és akkor csak van. Nem, értem? Nem, ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, és én ott vagyok. Az akkor viszont, akkor oda jutunk vissza, hogy el kell menni egy gyülekezetbe. De az bárhol lehet. Az én házamban is, a te házadban is. Kisebb közösségben, tehát kiveszek egy termet, és ott is. Attól még egy gyülekezet lesz. Szóval azt akarom mondani, hogy nem tudjuk megkerülni azt, hogy kialakítsunk egy gyülekezetet. És amint csak nem olyan módon, ahogy ez van. Tehát a pulpitusi szolgálat nem igazolható a Bibliából. A klérusi szolgálat nem igazolható a Bibliából. Attól függ, melyik elemére gondol most, nem tudom, hogy mire gondol. Hogy nem igazolható, mert azért van sok minden. Nyugodtan tegezzük egymást. Tegezzetünk rendben. Szóval végül is azért Saul csak azt mondta, hogy, és én nem akarom védeni a keresztény egyházat, vagy én abszolút vagyok az, aki nem, de akkor szóval hogy fog az a gyülekezet struktúrálódni? Mi lesz a mindenki csak mondja, amit akar? Elmondom, hogy. A Biblia alapján fogok válaszolni. És hogyha nem mondok jót, akkor kérem a Biblia alapján a cáfolatot. De csak a Biblia alapján. Erről mi írtunk egy tanulmányt is a barátommal, hogy létezik-e a Krisztus testében emberi uralom. A Biblia azt mondja, leginkább Jézus mondja, hogy nem létezik ilyen. És ezt meg is magyarázom a Máté 20-ból és a Lukács 22-ből. Akár oda is lapozhattok. Egyrészt azt mondja Jézus, hogy az én országom nem e világból való. És ha ez igaz, akkor nem is e világ szerint épül föl. Ha meg nem e világ szerint épül föl, akkor nem lehet úgy felépíteni, mint egy céget, vagy mint egy országnak a strukturális felépítését politikai szempontból, vagy mint egy királyságot, nem lehet így felépíteni, hogy van egy ilyen piramis alapú valami, és akkor mondjuk a karizmatikus klérus, abból van egy egyszemélyes vezető, van a klérus, és vannak a akkor hogyan lehet? Hogy mi a megoldás? A megoldás az, hogy vissza kell menni az alapokig. És a Máté 22-ben azt mondja Jézus, hogy nem, ne így legyen közöttetek, mint a pogányok között van, mert ők valójában azt a mintát követik, hogy a királyok uralkodnak a népeken, és a népek jótevőnek mondják ezeket. Azaz, hogyan legyen akkor? Az legyen a legnagyobb, aki a legkisebb és mindenkinek a szolgája. Akkor ez a közösség, amiről most szó van, amiről beszélünk most, ez egy gyülekezet, aki összegyűlik a kijelölt napokon, jól értem? Ez a közösség, ez olyan közösség, hogy bennünk lakik az Isten szelleme, és mi összegyűlünk, dicsérjük az Istent, de mindenki hozzászólhat. Mi történik ott? Mi lesz a rend, amikor ott vagyunk együtt? A Szent Szellem fogja a rendet.
uralni. Én hiszek a vezetésben, hiszek a presbiteri vezetésben, hiszek a vének, mert a vének azt jelenti, a presbiter véneket jelent. Akkor viszont óhatatlanul lesz egy hierarchia pont az, amiről az előbb azt mondtad, hogy ez nem jó. Szóval, ha van presbiter meg vén, akkor lesz valaki, aki megmondja, hogy mi az, ami történni fog, és az elindít egy hierarchiát. Mellesleg én nem is tudom, hogy létezik-e a világon bárhol, akár az állatvilágban, biztos van rá példa, de most nem tudok mondani, olyan közösséget, ahol nincsen hierarchia, ahol nincsen vezetés. Nincsen a Krisztus testében nincsen alá és felé rendelés. Attól függ, milyen értelemben, nem? Mert olyan értelemben nincs, hogy valaki értékesebb lenne a másiknál, de olyan értelemben van, hogy olyan értelemben van, hogy ki az, aki megmondja, hogy mi az irány. Hisz azt mondja, hogy a presbiter az dupla vagy kettős tiszteletre méltó, ha jól emlékszem. Szóval még Saul is kiemeli azt, hogy létezik ez a fajta struktúrácsak. De egyébként elengedhetetlen, hogy ha egy közösség feldúzott 100 főre, és azt mondjuk, hogy a ruach, vagy a Szent Szellem vezet, és van ott 10 ember, akit nem vezet, tegyük fel, akik beszivárognak, akkor az azt eredményezi, hogy mindenki össze-vissza fog majd mindenféle dolgot csinálni. Szükség van valakire, vagy valakikre, akik azt mondják, hogy nézd, most ez lesz. 5 órától ez van, 6 órától ez van, 10 órától ez van. Át kell adni az egészet a Szent Szellem vezetésének. Van ilyen csoport? Te ismersz ilyen csoportot, ahol így működik? Ami úgy működött, nézzük meg az Apcsel 20-at. Hogyha megengeditek. Jó. Az Apcsel 20-ban, Milétuszban van Pál apostol. Milétuszban oda hívja, figyelj, nem egy efézusi vént hívott oda, nem az egyszemélyes vezetőt hívta oda, hanem az efézusi véneket, azaz a presbiteri vezetést hívta oda. Mit mond az efézusi véneknek Pál apostol? Hanyadik vers? A követ. Tessék? Hanyas vers? Azt most nem tudom, hogy hányas vers. Megvan. És azt mondja, hogy én éjjel és nappal szolgáltam közöttetek, mert ugye tudjátok nagyon jól, hogy Efézusban 3 évet töltött Pál apostol. És 3 évig nem tartották el, hanem 3 évig dolgozott ott. Tehát ahol Pál apostol letelepedett, mind Korintusban 1,5 évet, mind Efézusban 3 évet, 4,5 évet a szolgálatából, ő dolgozott, és példát adott annak, hogy nem megélhetési szolgáló, hanem elment sátort készíteni 8-tól 3-ig, és beült veled a kávézóba, és ott beszélt az Istennek az igéjéről. Vagy, mit mondott, házanként tanítottalak benneteket, és nyilvánosan. Nem volt meg a gyülekezet, mert amikor, ha most Pál apostol írna egy levelet Efézusba, akkor rágaskodnának a felekezetek, hogy nekünk írta. Nem voltak felekezetek Pál apostol idejében, nem voltak, mert amik az előbb mondtam a Máté 16-ban, hogy azok az emberek, akik felismerték Jézusban a messiást, ugye, akik szellemi felismerésben részesültek a Szent Szellem által, azok gyűltek össze házanként, és mindenki tudott mindenkiről, aki hívővé vált. És átment az egyik család a másikhoz, a másik a harmadikhoz, a negyedikhez. És akkor a azok ezeknek az embereknek írta a levelet, ezeknek az embereknek írta, nem felekezeteknek írta a levelet, hanem ezeknek a szenteknek írta a levelet. A felekezet nem is egy olyan, az egy anakronisztikus kifejezés, az nem létezett olyan értelemben felekezett, ahogy mi azt most hívjuk. Hisz nem volt miből, nem volt kereszténység, szóval ezek gyülekezetek voltak csak. Nem tudott létezni felekezet, hisz nem volt annyi ember. Mellesleg nem is igaz, amit mondok, mert létezett felekezet, hisz már arra figyelmeztetett Saul, hogy lehet az, hogy te azt mondod, hogy Apollós az, aki téged irányít, vagy mit csinál, te azt mondod, hogy Pál, ő azt mondja, hogy akármi. És ez az, amit felekezetnek hívunk. A felekezet az, ami egy egységen belül kialakul különböző nézetek, és ez már akkor is megjelent. Pont ezért az volt a kérdésed, hogy tehát ha úgy nem, akkor hogy kell csinálni. De az, amit és mondasz, ugye, az is olyan, amit én mondok, ott is voltak vének, ami azt jelenti, hogy van egy vezetői tanács. És van 7 darab vezető,
Akkor hát ott is valahogy el kell dönteni a három erre szavaz, három arra, hogy mi lesz a... Mert a konszenzus, tehát itt konszenzus által történt. Ha van konszenzus, akkor igen. Na igen, de a konszenzus, tehát nem úgy van, hogy egy ember megmondta, hogy így legyen, hanem meg van beszélve a gyülekezet tagjaival, hogy szerintetek hogy lesz, és a Szentlélek kialakít egy konszenzusi de akkor mit mondnak a vének, hogyha úgy is megbeszélik a gyülekezettel? És várjál, csak hogy mit mond, tehát milyen mintát adott Pál apostol azon túl, hogy nem megélhetési szolgáló. De azt mondja, bocsánat, hogy egy pillanat, csak erről a megélhetési dologról. Ez Saul írja maga a saját kezével a korintusiakhoz első levélben, a 9-es fejezetben, amikor azt mondja, hogy kicsoda katonáskodik valaha a maga zsoldján, kicsoda plántál szőlőt, és tudom, nem eszik a... Ismerem az igét. Jó, mindjárt. Vajon emberi módon beszélem ezeket, vagy nem ezeket mondja a törvény is? Mert a Mózes törvényében megvan írva, hogy ne köst fel a nyomtató ökörnek a száját. Utána elmagyarázza, hogy hogy érti ezt, hogy mit jelent ez valójában. Azt mondja, hogy mert mi értünk iratot meg, hogy aki szánt, reménység alatt kell szántani, aki csépel, reménységben részesnek lennie reménység alatt. Azt akarja ezzel mondani, hogy akik szent dolgokban munkálkodnak, a szent helyből élnek. Eképpen rendelte az Úr, hogy akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból éljenek. Szóval az, amit mondasz, hogy... Erre válaszolhatok? Abszolút. A nap 24 órájában valaki hirdeti az evangéliumot. Nem tudja, mert ugye nem, akkor nem alszik az a szó. Oké, csak ha a nap 24 órájában tudja hirdetni, akkor igenis az az ember, akkor igenis lássák előtt, de ne legyenek milliárdos házai, ne legyenek nagyobb anyagi javai, mint amilyen javai mondjuk azoknak vannak, aki felé szolgál. Mert Pál apostol hogy lehet az, hogy ő mindahol hosszú időt szolgált, mint Korintusban, figyelj, mert Korintusban is másfél évet szolgált. Először zsidóknak hirdette az evangéliumot, aztán a pogány hátterű embereknek hirdette az evangéliumot, és figyelj, hogy mivel kezdi az 1 Korintus 1-ben. Az 1 Korintus 1-ben azzal kezdi, hogy ti Istennek a gyülekezetei vagytok. Miért mondta ezt? Azért, mert emberek uralkodtak a gyülekezeten. Ezt a 2 Korintusban ki is fejti, hogy mit okozott az emberi uralom a gyülekezetben. Azt okozta, hogy az embereknek a gondolatai elszakadtak a Krisztus őszinte és egyenességétől. És ez azért volt, hogy utána azt mondta Pál, hogy legyetek az én követőim, és ne ezeknek a hamis uralkodó testvéreknek a követői legyetek. Oké, világos, tisztesen. Amit akarok mondani, az a következő. Nem véletlen, hogy arról beszél, hogy elrendel tanítókat, evangélistákat, apostolokat. Azt az Efézus 4-ben mondja, és azok nem. Számos helyen mondja, de az Efézus 4 az egyik. A Rómaiakhoz 12-es fejezetben is elmondja, meg a Korintusiakhoz is 12-es fejezetben is. Szóval három helyen is elmondja, hogy milyen ajándékokat adott, meg hogyan struktúrálódik a szerkezet. Ráadásul egy emberhez hasonlítja, aminek van feje, és akkor utána elmondja azt is, hogy ugyanúgy tagolódik a közösség, mint ahogy az ember, vannak fontosabb, vannak kevésbé fontos, de a méltóság az mindegyiknek ugyanaz. Szóval amit én mondok, az a következő. Én nem tudom, hogy amit te próbálsz most, alátámasztani, vagy erősíteni, az-e, hogy legyen egy közösség, ahol van végtelen egyenrangú tag, és akkor valahogy szavaznak, vagy valami ilyesmi. Mert én azt szeretném erősíteni, amit Pál mond, hogy mivel a Pál azt mondja, hogy én most az Istennek a kegyelmességének az igére bízlak benneteket, magyarán elengedte az efézusi gyülekezetet, mert Jézus azt mondta, hogy tegyetek tanítvánnyá népeket, és csak tanítványok tudnak tanítvánnyá tenni népeket. A szellemi kiskorúságban élő emberek, azok nem tudnak tanítványokká tenni népeket. Én láttam, korábban kérdeztél valamit a Elohim, hogy a három, az Atya, Fiú és a Szentlélek az egy létező, valami ilyesmi, nem az? Nem te írtad? Aját is kérdeztem. Mi is volt az? Az volt a kérdésem, hogy ti hisztek
az Atya Isten, a Fiú Isten és a Szent Szellem Istenben. Úgy, mint hogy a... három különböző személyben. Úgy, mint a keresztény Szent Háromság, vagy ez a három különböző? Igen. Nem szeretem ezt a szót, hogy Szent Háromság, mert egyszer másképp a kérdés. Ez nincs a Bibliában, hogy Szent Háromság, ilyen nincs a Bibliában, de a Biblia megkülönböztet három különböző isteni személyt, akinek három különböző karaktere van. A görög így fejezi ki, hogy Jézus Krisztus az Atya hüposztásziájának a karaktere. Az azt jelenti, hogy egy lényegű, de más karakter. Jó, ez a Szent Háromság. Szóval akkor van három személy, akik mind a hárman egy természetet birtokolnak, de nem egymás, és mégis egy Isten van. Jól értem? Igen, egy Isten van. Akkor az egyszerűség kedvéért csak használhatjuk rá a Szent Háromság. Egy Isten van, nézd meg, lapozzod a 2 Korintus 13:13. Ott vagyok. Én nincs nálam a Biblia, csak lapozzod. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme és az Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége mindnyájatokkal. Igen, ezt a korintusi levélben írja Pál apostol, azaz mind a három személyt külön megkülönbözteti. Mondjuk az nem jelenti Istent, azt, hogy mind a három Isten. Így van, az Atya Istent, ő a Theos, görögül, a Fiú Istent, aki a Krisztus. Persze ezt nem mondja. Hogy nem, ott van eredetibe a görögbe. Mi? A görög szó a Fiú, tehát ott van a Krisztus, a felkent, a messiás. De az nem Isten, vagy az nem? Hát dehogy nem lenne Isten, a Fiú az Isten. Nem lehet Isten, nem lehet, aki fel van kenve, az nem lehet Isten, hisz kell valaki, aki felkeni, aki fölötte áll hatalomban. Neked vannak gyerekeid? Nekem nincs. Tudom, de hogyha lenne gyereked, akkor neked a gyereked alacsonyabb rendű lenne, mint te? Attól függ, milyen értelemmel. Ember lenne, ugye? Ember lenne az én gyerekem, igen, de ugye Isten nem ember. Értem. Tehát, hogyha, de egy lényegű. Hát ez a vita tárgya most az esetben, hogy egy lényegű-e, vagy nem. Az unitárius vallás szokott felemlíteni, hogy az Atya és én egy vagyok, nézd meg a görög eredetit. Mint ahogy azt is mondja, hogy legyetek ti is egyek, János 17:20. Lapozd oda, hogy az Atya és én egy vagyok. Ez van 10-es fejezet, János? Ott a görög azon túl, hogy egység. János 10. Nem jut az eszembe pontosan, hol van. De lapozz oda, és nézd meg a görög fordítást. A görög fordítás azt mondja, hogy egység, egy. Ez, persze. És egység, egy, és egy lényegű. Tehát ez félre lehet érteni. Ez nagyon, úgy tűnik, hogy félre is értik nagyon sokan. Hagyj mutassak egy másik ilyet, egy pillanat csak. Azt mondja, hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te én bennem, Atyám, és én te bennem, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk. És ez ugyanaz az egy ice, vagy ice, akkor az azt jelenti, hogy mi is egy lényegűek vagyunk vele? Ez azt jelenti, hogy ők egységben vannak, egy lényegűek, de mindenkinek megvan a maga feladata. De bocsánat, a helyzet az, hogy azt mondod, hogy a 30-as versben, János 10-es fejezetben, a helysz, hogy én és az Atya egy vagyunk, az azt jelenti, hogy ők egy lényegűek. Míg én azt mondom, hogy nem. A 17-es fejezetben, a 20-asban, amikor azt mondja, pillanat, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk, az ugyanaz az egy, mint amit ott használ, erre viszont nem mondjuk azt, hogy egy lényegű. Azt akarom csak kihozni belőle, hogy ezért hát az az egy nem lehet bizonyíték annak, hogy egy lényegű. Hisz máshol ezen túl körülbelül 50 igét fel tudok neked sorolni. Mint ahogy én is 50-et arra rá tudok. Nem. Azzal kapcsolatban, ami ezt az egyet félreérzhetővé teszi. Tehát, hogyha most azt mondom, hogy Jézus azt mondta, hogy az Isten országa az békesség, igazság, békesség, Szent Szellemtől való öröm, igen, de nem ezt akartam mondani, hanem hogy is, hol is van most. Bocsássatok meg, mert csak bennem van a Biblia, és nem vagyok Biblia előtt, és úgy próbálok idézni, hogy na igen. Tehát Jézus az út,
az igazság és az élet. Senki nem mehet az atyához, csak ő általa. Így van. Itt megkülönböztet két szemét a Biblia, vagy nem? Megkülönböztet két személy. Két lényt egyébként mellesleg. Nem két személyt, hanem két külön létezőt. Két külön entitást, ami azt jelenti, hogy nem így. Jézus Krisztus két külön entitás, vagyis az atyától különálló entitás. Az két Isten. A fiú Isten, a fiú Isten, mint Jézus Krisztus a fiú Isten. Most pedig lapozz oda a János 15:26-hoz. Ott pedig azt mondja, hogy elküldöm a vigasztalót, mert én elmegyek, és ő eljön hozzátok. Most is csak fejből mondom. És eljön majd a vigasztaló, akit én közülök nektek az atyától, az igazság, a lelke, aki az atyától hozzához. Az igazságnak a szelleme az nem lelke, hanem szellem szó van ott, ruák vagy pneuma, nem a ruák az a héber neve, a pneuma, a pneumatos. Még az mindegy, a pneuma, de a lényeg az, hogy ez is az atyától származik, nem a fiútól. Nem, a Szent Szellem származik az atyától. De akkor hogy lehetnek egy lényegűek, hogyha a Szent Szellem az atyától származik, nem a fiútól? De várj egy picit. Három különböző szemét látsz itt ebben az igeversben? Én elmegyek az atyához. Három különböző karakter van itt. Három különböző személy van itt. De ezt mondod te? Hát nem, ezt mondja a János 15:26. Nem, ő csak annyit mond, hogy elküld egy ruachot. Azt nem mondja, hogy az a ruach egy személy. Itt? Hát dehogy nem. A Galata 5-höz lapozzál. Ott van a Szent Szellemnek a tulajdonságai. A szívesség, a jóság, a hűség, a szelídség, a mértékletesség, pont. Annak a Szellemnek van tulajdonsága? Tulajdonságai. Ezek a ruach gyümölcsei, nem a tulajdonságai. Nem, az a természete. Az a természete, Szent Szellemnek a gyümölcsei, az azt jelenti, hogy az a természete. Neki mint vannak, mondod te, én nem akarok nagyon az ördögügyügyelni, de vannak természeti jegyei. De az a baj, hogy mindezeket, én értem, hogy így van a keresztény teológia, csak nem ez van ideírva. Ha úgy akarod értelmezni, hogy a gyümölcse az ő tulajdonsága, ám legyen, csak nem az van itt. Szóval ha én nem fogom azt elfogadni, mivel nem az van ideírva. De értem, hogy azt mondod, és nincs ezzel baj. De ide az van írva, hogy a léleknek a gyümölcse, nem az, hogy nem, a lélek a szellemnek a gyümölcse. Nem, jó, Isten legyen. Az nem lélek. Isten az szellem. A lélek az három részből áll. Mi? A lélek? Három részből áll. Ne is menjünk el abba az irányba, hogy a lélek, vagy a egyszerűen csak hívjuk úgy, hogy ruach. És akkor a ruach a szellemet jelent héberül. Lehet. Nem lehet, hanem biztos. De ide lélek van írva, szóval ezt hát majd azt meg kell. Hát azt kérdezni kell, hogy ami van írva. Én csak azt akarom mondani, hogy vannak biblia fordítók, akik lefordították, mint például Káldi lefordította a Vulgátát, lefordították a Szent István verziót a biblia tanulmányozók, meg Károli, és mind léleknek írta, és én azt akarod most, hogy neked higgyek, hogy az mégis szellem. Ezért mondom, hogy használjuk a ruachot, és ne vitatkozzunk azon, hogy magyarul szellem vagy lélek, mert nincs jelentősége. Szóval felejtsük el, hogy szellem szerintem vagy lélek. Van. Értem, nem lehet. Az eredeti szó az ruach. Én értem, hogy mi az, meg te is. Szóval maradjunk ennél, felejtsük el, hogy magyarul hogy fordítják le. De ami fontosabb szerintem az lenne, hogy a lélek gyümölcs. Szóval menjünk tovább. Azt mondod, hogy ez a lélek, ez egy különálló személy. Jól értem? Mit jelent az, hogy személy? Az, hogy van külön entitása a személynek. A külön entitás az azt jelenti, hogy egy külön létező. Külön entitása van annak a személynek. Mi az, hogy entitás Jézus akkor? Krisztusnak, hát akkor Jézus Krisztusnak is van egy külön karaktere. De a pillanat, most már ez már három új szót bevezettünk. Hát így van, három személy. Az egy Isten, az három személy, három külön személy. Mit jelent a személy? Nem ebben hiszel? Nem tudom, mert ugye nem tudom, hogy mi az, hogy személy. Mit értelmezünk nem. Úgy, hogy személy, én entitás, vagy karakter? Mit jelentenek? A kereszten ki halt meg. Nem érted. A kereszten ki halt meg. Egyszerű választ kérek.
Mondd meg te! Én? Hát én tudom, én a te véleményedre vagyok kíváncsi. Én is tudom. Szóval kíváncsi vagyok, hogy ki halt meg? Jézus Krisztus. A személy? Igen. Az ember? Ember és Isten. Az az ember, és az az Isten, aki nem tudja az utolsó óra, hogy mikor jön el az utolsó óra? Várja, ez a kérdés maradjon egy kicsit zárójelben. Menjünk tovább Jézuson. Jó. Jézus Krisztuson menjünk. Tehát hány ószövetségi profécia van, ami a messiásra utal? Nagyon sok. Hány ószövetségi proféciát töltött be Jézus? Mindet. Jézus a messiás? Onnan indultok el, hogy van egy Isten, aki három személy, de egy entitás, jól értem? Egy természet. Ezt mondod? Igen. Egy lényegű, még egyszer elmondom, egy lényegű, az Atya soha nem volt sehol, csak a mennybe. Mit mondott, amikor leszállt a galamb formájában a Szent Szellem Jézusra? Nem galamb formájában, galambként szállt le. Úgy azt mondta, hogy szállt le, mint egy galamb. Most nyártanilag ne kösd belém. Azt akarom mondani, hogy nem úgy szállt le, mint nem egy galamb formába jött le, hanem lejött, mint egy galamb. Én nem azt akarom kidomborítani, hanem azt, hogy egy mennydörgés szólt, hogy ez az én fiam, az én szerelmesetes fiam, őt hallgassátok. Jézus Krisztusra mondta ezt az Atya. Különálló személy az Atya Jézus Krisztustól, vagy nem? Az a probléma, hogy köztünk nincsen abban vita, hogy különálló személyek. Az a kérdéses, hogy külön entitások, vagy nem. Hát most mondtad ki a választ. A különálló személy az különálló entitás. Nézd, hogyha különálló entitás, akkor viszont nem tudsz beszélni a Szent Háromságról, arról, amit az elején egy fél órával ezelőtt megjelentett. Miért nem tudnék beszélni? A teremtéskor, a világ teremtését és a megváltást három személy beszélte meg. Ugorjunk már át egy picit, még ennyi időt rászánok, hogy ezt a Jézus Isten meg embert megnézzük. Mert itt az a baj, hogy el fogunk beszélni egymás mellett, mert a különböző fogalmakat használunk különböző dolgokra. És majd egy nap hát, ha tudjuk egyeztetni, hogy mi mit jelent, te mit értesz alatta, meg én, mert csak el fogunk beszélni egymás mellett hosszú távon. Jó, én szeretettel meghívlak téged egy live-omba, és akkor ezt a kérdést hozd magadban egy barátodat, én is hozok magammal egy barátomat, és akkor kialakul, egy szeretet általi építő vitát szeretnék. Ezt is meg tudjuk beszélni, hogyha írsz egy üzenetet, én nagyon szívesen beszélek még veled, csak még arra térjünk már ki, hogy teljesen Isten, teljesen ember, jól értem? Ez volt a keresztem. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooaútja.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm! Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo útja összes felületén, az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig.